2006-ban jelent meg a Tradicionális Magyar Addugás Alapelvei című könyvben. Ekkor a könyv riportalanyainak, Kalocsai Gézának, Baróti Lajosnak, Kovács Ferencnek, Velebes Józsefnek megígértem, hogy tanácsaikat közzéteszem az utókor számára. Magyarul 18 éve folytatok ezügyben tudásmegosztást. Mai prezentációnk címe Magyar válogatott Rossi, Diniz és a magyar tradícióról fog szólni. Ezen írás oka Bereg István cikke, amely a napokban jelent meg az mls.hu oldalon. Ne feledd, mi azért vagyunk, hogy a magyar futball ne dühítő, hanem üdítő legyen. Élő és online tanfolyamokat szervezünk majd a futballtrainer.hu per kredit oldalon, kövesd ezt az oldalt. Ne feledd, a tudónak nem az a feladata, hogy a tudatlan megértési szintjéhez igazodjon, hanem segítsen annak, aki igényli a tudást. Nézzük, mit mondtam 18 évvel ezelőtt a Magyar Tradíció könyvemben. Stílus kiinduló pontú labdarúgásban kell gondolkozni. Ekkor a magyar szakma és a közvélemény játékrendszer kiinduló pontú gondolkodást vallott. A stílus nem is szerepelt a közbeszédben, ezt a terminológiát nem is használták. 1961-ből kivették az edzőképzésből, amit a Testnevelési Egyetem indított el, majd a magyar UEFA rendszerű edzőképzésben sem nyert teret ez a terminológia. A miért beteg a magyar futball kérdése, a válasz egyértelmű és világos. Azért beteg, mert kihalt a futballkultúra. Amikor megkérdezték a magyar szakmát, miért beteg a magyar futball, mindig a válasz az volt, hogy ó, erről heteket lehetne beszélni. A lényeg az, hogy konkrét választ nem adott senki, miközben a válasz egyértelmű. Ha kihalt a magyar futballkultúra, akkor a teendő micsoda? Kultúrát kell teremteni. Ennek többféle verziója van, alulról szerveződve, fölülről szerveződve, és a leggyorsabb módja ennek a fölülről szerveződő kultúrateremtés, amikor is a válogatott játéka mutatná azt az utat, amit a klubfutballnak is követnie kellene. A világ legkorszerűbb játékelméletével a magyar tradíció rendelkezik, amely magyarság spirituális gyökereiből származható, amely gondolkodás rendjét tekintve a magyar nyelv alakította ki, a magyar észjárás, képi gondolkodás rendszerelvű, holisztikus és funkcionális. Nyelvünk logikája okán követendő útunk a kombinációs játék, amelyre a mondatszerkesztésünk utal, és az alakzati játék, amelyre szószerkesztésünk utal. Ha a magyar mondatszerkesztést nézzük, akkor gyakorlatilag kombináljuk össze a szavakat. Pista moziba ment, moziba ment Pista, ment moziba Pista. Teljesen mindegy, hogy mondjuk, a mondat világos, értelmes és egyértelmű. Ugyanez a mondat Németországban már úgy nézne ki, hogy kötött szórend van, ennek következtében Németországban figurális játék alakult ki, míg nálunk az alakzati kombinációs játék. Szószerkesztésük is hasonló. Van egy szógyök, amihez utána ragokat, képzőket teszünk, és újabb szavakat kapunk. Ha ezt lefordítjuk alakzatra, akkor az egy alapalakzat, és annak transformáció jelennek meg a szószerkesztésünknél. Ugyanezt történt az aranycsapat esetében. Háromszögjáték, és annak transformáció jelentek meg a játékunk során. Mit mondtam 18 évvel ezelőtt? Kettes pont. A világ labdarúgásában kétfajta játékszervezési irányelv van. Az egyik erők egyenlőosztása játékteren, ekkor a játékos poszthoz pozícionál, ennek támadási formája egyenes támadás, kontratámadás, pozíciós játék. A másik döntően döntő pillanatban döntő felén létrehozása, ekkor a játékos labdához pozícionál, ennek támadási formája tempótámadás. 1945-ben jelent meg dr. Kovács Ferenc tollából Alakzat vagy Rendszer című könyv, ahol leírt az alakzat elmélet alapjait. Brazília megtette nekünk azt a szívességet, hogy ezt a fajta alakzati játékot tovább építette. Nekünk nem lenne más feladatunk, mint hogy át kéne venni a brazil tanításokat, és beépíteni a játék szervezésünkbe, klubszinten, mint ahogy a válogatott is próbálja ezt megoldani. Mindezen kutatási eredményeket egyé szerveztem, továbbfejlesztettem, közzétettem, dokumentáltam. Az MLSZ hivatalos válasz a zavarosnak minősítette gondolataimat, majd ezek után jött Bereg István cikke, aki Rossi stáb tagja, mely cikk gondolati íve, alapfogalmi használata és egyéb megállapításai a 18 éve folyamatosan mantrázott gondolataim egy az egyben való leképeződése. Magát a cikket ezen a linken érheted el, amit sárgával bejelöltem. Nézzük tovább. Bereg István videóelemző szakcikke követi azt a gondolati ívet, amit könyvemben dokumentáltam. Nézzük, mik azok a vezérgondolatok, amik visszaköszönnek a cikkbe. Vissza a hagyományok. Már ez a cikk címe is egyből. Stílusban való gondolkodás. Döntően döntő pillanatban döntő fölén létrehozása. Játékszervezésnél. Labdához pozícionált játék. Tempótámadás. Magyar népjárás, magyar észjárás, magyar nyelv. Kitörési pont a brazil játékszervezés, amelynek alapét mi írtuk le.
és a kombinációs játék. Ezek a vezérgondolatok Bereg István cikkében. Töltbetővel írjuk idézeteket a cikkből. Már a cikk címe is, a válogatott visszatér a hagyományokhoz, arra utal, hogy itten az én könyvemből vette át a gondolatokat Bereg István, hiszen rajtam kívül senki nem publikált ebbe a témában. Tehát a magyar tradícióról, alapelvekről szóló könyv, a magyar futballkultúra kivégzés és a magyar sportkultúra eszmerendszere című könyvem az, amely ezzel a témakörrel foglalkozik és kutatásaimat rögzíti. Stílusban való gondolkodás. Nézzük mit mond Bereg István. A Márko Rossi vezette együttes taktikailag a magyar labdarúgás korábbi hagyományaihoz tért vissza, ráadásul ennek köszönhetően egy olyan játékstílus jellemzi, amely csupán pár csapatra jellemző szerte a világon. Döntően döntő például a döntőfölény létrehozása, erők egyen elosztása, játéktéren el a megjegyzései. Még egyszer mondom, dölt betűvel vannak, amit Bereg István írt. Ebből kiindulva a mozgások által. Mozgások sokkal rugalmasabbak, nem területhez kötöttek, hanem az adott túltelített oldalra fókuszálnak, ezáltal aszimmetriát kialakítva. Ebből a témából is jelent meg egy könyvem, alakzatépítő bontójáték aszimmetrikus játékrendszerekben címmel. Ezzel szemben a labdás pozíciót játékban a labdás oldal létszám fölény alakítható ki, és ez az alapja a védelem megbontásának. A pozíciós játékra nem jellemző a létszám fölény, mert a cél területek egyenlő elosztása, mint ahogy én azt írtam korábban. Labdához pozícionált játékra azt írja Bereg István. Újra előtérbe került a labdához pozícionált játékszervezés. Minő véletlen. Magyar-brazil stílus kapcsolat. Magyar és a brazil játékszervezés múltban szorosan összekapcsolódott. Tehát ezt honnan tudja Bereg István, ha nem olvasta el a brazil képzés brazil Barca brazil játékszervezés című könyvemet, ami brazil szakanyag alapján készült, és miután illesztette a magyar tradíció, az játék elméletileg sokkal komolyabb, mint az eredeti brazil anyag. 50-es években mi voltunk Európa braziliai, ami szintén arra utal, hogy magyar-brazil stílus kapcsolat van. Azonban ez senkinek nem tűnt fel az elmúlt években, rajtam kívül. Magyar néplélek, magyar nyelv, magyar észjárás. Magyar-brazil játékszerzés a múltban szorosan összekapcsolódott, mindkét nemzet hasonló néplélekkel rendelkezik, mint ő véletlen. Ennek egyik példa rengeteg kényszerítő használta, fontos kiemelni a kulturális jelentőséget, amíg a magyar nyelv ezt a játékelemet kényszerítőnek nevezi, az angol szimplán van túlnak nevezi, vagyis nem köt semmilyen mögöttes jelentést ehhez az adott játékelemhez. És a magyar, amikor megalkot egy szakszót, akkor funkcionálisan írja azt a valamit. És ez a magyaros észjárás megjelent a korábbi játékelméleti magyar szakanyagokban is. Tempótámadás. A nyugat-európai blogger szakma azon birkózik, mint disznó jégen, hogy hogyan tudná beazonosítani Diniznek a játékszervezését. A játékszervezésre azt mondják, hogy funkcionális támadás, opozíciós játék, relációs, kapcsolatok alapuló játék, miközben ez valójában tempótámadás, a magyar kardú iskola terméke, a tempótámadás, és szaloncsapat is ezt játszotta hajdanában. Mint ahogy Bereg István is átvette ezt a gondolatot, tempótámadás terminogát. Nézzük a kombinációs játékról, mit ír Beregi. Az aranycsapat játékára is hasonló játékszervezés volt jellemző, amelyben játékosok szabadabban hagyhatták el a pozícióikat, sokszor váratlan játékosok jelentek meg váratlan pozíciókban. Erre mondja példát Cibor esetének, itt többször fönt tűnt a jobb oldalon. Rengeteg trükkös, meglepetésszerű megoldás volt jellemző játékokra, amelyet sokszor kombinációk használatára értek el. A labdához pozíciót játékszervezés szerzett káoszként is szokták emlegetni, amelyben váratlan kombinációs megoldások kerülnek előtérbe. 18 év után eljutottunk oda, hogy az a fajta gondolkodási rend, ami régen sikert hozott, teret nyert a magyar fociba, hála azoknak a szakanyagoknak, amiket publikáltam. Most már csak egy feladat lenne, hogy a válogatott csapat játékelméletét és játéktudását szinkronba kéne hozni az edzőképzéssel, hiszen az edzőképzéssel nem beszélnek stíluskiindulópontú edzői gondolkodásról, nem beszélnek alakzatépítő bontó játékszervezésről, labdához pozícionált játékról, nem beszélnek tempótámadásról, támadási formákról, semmi arról nem beszélnek, mint ami jelen cikknek a lényege, eszenciája. A gondolat leválik a gondolatot létrehozótól, és ennél értek el Magyarországon, hiszen szakkönyvet senki nem akar venni, mert a pénz sajnálja rá, de a gondolat valahogy belekül a rendszerbe, leválik a gondolatot létrehozótól, önálló életre kell, és utána a gondolatot leíró, jelen esetben Bereg István, úgy tűnhet, mint a saját gondolatot alkotna meg. A probléma csak annyi, hogy ezt a videót megnézi mondjuk maximum 1000 ember, míg az MLS weboldalát meg fogja nézni 50 000 ember, és 49 ezer ember abba hiszembe fog esni, hogy Bereg István önmagától írt szakcikket. Saját gondolataira alapozva. Az már csak haba tortán, hogy jó magyar szokás szerint a cikk szerzőjogot és plágiumot sértve került megírásra, mert forrás nem került feltüntetése. A kívülálló számára olybá tűnhet, hogy Beregi kutatási meglátási került a rögzítése, miközben a valóság az, hogy általán publikátokat vetette papírra. Azt mindenki döntse el maga, hogy mindezért az író vagy a munkáltatója felelős mindezért.
Végül nézzük meg Rossz és Dinis kapcsolatát. A magyar szakírók, blogger szakírók erőszetettel mondják, hogy Rossi Dinistől vette át azokat a játékszerzési elveket, amit alkalmaz. Most a valóság az az, a fentéből látható, hogy semmi ilyesmi nem történt. Rossi azokat a szakanyokat vette át, azokat a játékelmi tanításokat, amit elődeink magyar tanítszerzői raktak le, és hoztak létre. Prezentációk vége felé járunk, ne felejtsd el, fontos, hogy tilos jelen prezentációt, vagy annak részét szerzőírásos engedély nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni, terjeszteni, utasítani célokra felhasználni. Ne csináld azt, amit Bereg István, hogy forrás feltüntetés nélkül bármit használsz. Előtte kérj tőlem engedélyt, és lehet, hogy engedélyezem, de az is lehet, hogy éppen nem. Iratkozz fel a csatornákra, ha úgy gondolod, hogy tanultál valamit az előadásból, akkor az alábbi bankszámlán számon támogass tudás megosztó munkánkat. Látogass a futballtrainer.hu oldalt, ahol néha teszünk fel szakcikkeket. Látogass meg a futballszakkönyv.hu oldalt, ahol magyar tradíció klasszikusai, a holisztikus, rendszerelvű, funkcionális és képi gondolkodásra talált szakanyagokat. Köszönöm a figyelmedet, lájkold be a prezentációt, iratkozzál fel a csatornánkra, és a kommentmezőben van véleményed, írd le.